Az energiabiztonság megteremtése Magyarország számára évszázados felelősség. Erről tanácskoztak szerdán délután Nyíregyházán, a Kereskedelmi és Iparkamara épületében. Az eseményen a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár elmondta, jelenleg az ország számára szükséges villamosenergia 35%-át importból kell biztosítani, ami hosszú távon kivitelezhetetlen. Kovács Pál hozzátette, a gazdasági növekedés fenntartása és a rezsicsökkentés politikája sem fenntartható atomenergia nélkül, ezért hatalmas szükség van a Paks 2 beruházásra. Ez egy olyan stratégiai döntés, ami hosszú távon az energiaellátás és a gazdasági növekedés, a gazdasági fejlődés egyik feltételét így biztosítja. Ugye az atomenergiára nekünk már a 1980-as évek eleje óta támaszkodunk, és ez a támasz ez eddig megbízható volt, nagyon jól működött, és Magyarország ebben a szakmai szegmensben egy kiemelkedő nemzetközi elismerésnek is örvend, hiszen a blokkjaink szinte minden évben a világ legjobb 20 blokkja között találhatók, jó kihasználtsággal, megfelelő biztonsággal. A konferencián elhangzott napjainkban a nemzetközi politikai diskurzus egyik legalapvetőbb kérdése a klímapolitika. Kovács Pál úgy fogalmazott, Magyarországnak is elkötelezett érdeke, hogy az energiaelőállítás során csökkentse a károsanyag kibocsátást, ám csupán megújuló energiaforrások használatával a lakossági és az ipari ellátást lehetetlen biztosítani. Széndioxid kibocsátásmentes környezet tud biztosítani mind a megújuló energiaforrások, mind pedig az atomenergia. Úgyhogy abból, hogy egy olyan energiaelőállító egység, amelyik ma az ország energiaellátásának 50%-át biztosítja, tehát minden második villamos berendezést a paksi atomerőmű hajt meg, hogyha ezt széndioxidmentesen tudjuk megoldani, és gondoljunk arra, hogy a jövőben ugye a közlekedés elektromos alapúvá tétele is végbe fog menni, tehát fogyasztás növekedés várható, hogyha ezt hosszú távon tudjuk tiszta környezetben biztosítani, részben atomenergiával, részben megújuló energiaforrásokkal, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon versenyképes és környezetkímélő megoldást találunk. Az eseményen kiemelték, az ország villamosenergia felhasználása évről évre növekvő tendenciát mutat, ami szintén azt támasztja alá, hogy szükség van a Paks 2 megépítésére. A projekt Magyarország eddigi legnagyobb beruházása lehet, melynek kivitelezése a tervek szerint 2021 második felében veheti kezdetét.